Most pedig egy igazán jó hír a színház és a vígjátékok rajongóinak, hiszen márciusban bérletszünetben is műsorára tűzte a Móricz Zsigmond Színház a Bujék című film átdolgozását a Teljesen idegeneket. A színpadon pedig Horváth Viktort is láthatjuk, aki már meg is érkezett stúdiónkba. Köszöntelek szeretettel! Szia, én is köszöntök mindenkit! Kicsit mesélj nekünk erről az előadásról, sok minden másról is fogunk beszélgetni. Teljesen idegenek, már játsszátok egy ideje, milyen a visszhang? Nagyon jó, én azt vettem észre, hogy nagyon élvezik a nézők. Aki ugye, ahogy mondtad te is, hogy a Bujék című filmet látta, vagy ismeri, vagy hallott róla, akkor ő már azért úgy tudhatja, hogy miről szól. De mi az olasz verzió alapján mentünk, több ország is megcsinálta nyilván a saját verzióját, Németországban is készült egy ilyen, és mi az olasz verzió alapján indultunk el, de hát nagyon sokban hasonlít a magyar Bujék című változathoz. Ugye maga az alaptörténet az az, hogy a szereplők egy szilveszteri bulin kiteszik a telefonjaikat, jönnek az üzenetek, jönnek a konfliktusok, a bonyodalmak. Mennyire mondjuk mi is ez egyben, mint amennyire szórakoztató? Igen, hát ez olyan, hogy mint egy ilyen érzelmi hullámvasúton megy keresztül az egész társaság, mert megérkeznek, mint egy házi buliba, hogy ők most nagyon jól fogják magukat érezni, gondolják, és előjönnek egy olyan, hogy játszanak egy olyan játékot, hogy kiteszik a telefonjaikat, és akkor akinek bármilyen üzenete vagy ilyesmi jön, akkor az hangosan fel kell olvassa, vagy hogy a telefonhívása van, akkor kihangosítani, és ott mindenki előtt senki nem vonulhat el. És hát óckodnak tőle, mert azért érzik, hogy ennek azért súlya lehet, és mindenkinek van valamilyen kis takargatnivalója, és hát ebből születnek meg a bonyodalmak később. Úgyhogy hát ez tényleg egy ilyen óriási ívet utazunk be mi is, hogy a kötetlen, jó hangulatú, házi buli hangulatból hová is jutunk el igazából. Milyen karaktert játszol az előadásban? Hát egy igazi szemétládát, tulajdonképpen röviden és tömören, de mindenkinek megvan a maga kis titkolnivalója, ahogy az előbb is mondtam. Mindenkinek megvan ez a kis privát élete, amit még akár a feleségének, párjának, barátjának, senkinek nem mond el, és akkor ezek kitudódnak így a cselekmény alatt. Ez az előadás tehát még márciusban is látható a színházban. Érdemes mindenkinek elmenni, egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból egy izgalmas kis darabra. Most szombaton pedig a Pótszilveszteretek van soron. Bizony, ez most már a harmadik lesz, így, mert először tartottunk egy előszilvesztert, utána volt egy utószilveszter, most ez pedig, hogyha jól tudom, Szilveszter 2.0 néven fut. Nagyon nagy sikerrel. Én azt látom a jegyeladásban is, meg az érdeklődésekben is, az emberek visszhangjából is, hogy nagyon szeretik ezt. Úgyhogy ez így bejött így az embereknek, és mi nagyon örülünk neki, mert mi is nagyon élvezzük az ilyen zenés esteket, és itt meg egy olyan jó kis csapat jött össze. Úgyhogy pont ezt beszéltük nem is olyan régen az egyik kollégámmal, hogy például énekeljük benne mondjuk a különös szilvesztert. És hát most ez így február elején ez már tényleg egy eléggé különös szilveszter lesz, úgyhogy, de nagyon szeretik a nézők, mi meg szeretjük csinálni, úgyhogy ez egy ilyen jó, jó találkozás. Lehet még akár márciusban vagy áprilisban is tartotok egy-egy 2.0, 3.0. Egy húsvédi szilvesztert. És ugye ezt érdemes elmondani, hogy a három tenorral vagytok jelen ezen a kis szilveszteri mulatságon összejövetelen, akikkel már ugye nagyon jól összehangolódtatok, akár egy bencsvillásás során is. Pontosan, nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon szeretjük ezt a formációt. Igazából most lesz majd lassan egy éve, hogy így együtt vagyunk, ilyen három tenorok, és nagyon szeretjük csinálni ezt, azért van már eleve arra a koncepcióra ráhúzva, hogy mi javarészt úgy veszünk részt ebbe a szilveszteri műsorban is, hogy három tenorok, és csináljuk a hangulatot, hozzuk a megszokott formánkat, úgyhogy szeretjük csinálni, szeretjük. Akkor ez akár nektek is egy jó kis szórakozás, kikapcsolódás. Abszolút. Hogyan telik még majd számodra a következő évad része, ami marad? Elkezdtük a Kapjál, ha tudsznak a zenei részével való ismerkedést. Még csak egy pár számot vettünk át, de szépen haladunk folyamatában. Nagyon nehéz lesz zeneileg
Most így egyelőre én azt látom. Persze nyilván, amikor már teljesen letisztul az egész, meg már képbe vagyok mindennel, kottákkal, stb., akkor már utána azt mondom, hogy miért is gondoltam, hogy ez nehéz, meg ilyen nagy falat lenne, de ez most tényleg egy ilyen eléggé nagy falat lesz, ez egy nagy musical lesz. Nagyon kíváncsian várom. 20-án lesz az olvasópróbája, és akkor onnantól kezdve belecsapunk a lecsóba, és csináljuk a kis dolgunkat, aminek nagyon örülünk, mert hogy ugye 11-én, február 11-én nyit majd a színház a teljesen idegenekkel, és azt fogjuk játszani vagy 2-3 hétig, és akkor közben meg majd próbáljuk a következő zenés előadásunkat, ami ugye a Kapjálhat utca filmből sok mindenkinek ismerős lehet. Izgatottan várjuk szerintem mindannyian minden Nyíregyházi és akár Nyíregyházára érkező turista nevében is mondhatom, hogy a színház nyitását, hogy visszakerüljetek a tökéletes helyszínre, a nagy színpadra és a Krúdi kamarába. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Hétvégére nagyon jó pótszilvesztert kívánunk, utána pedig jó előadásokat. Köszönjük szépen.